hivatás. Most, hogy végzős diákként önök előtt állok, elhihetik, nem sok téma foglalkoztat jobban, mint a munka valódi, emberi értéke. El kell ugyanis döntenem, mivel akarok foglalkozni életem folyamán. És elhihetik azt is, kedves közönség, elég nehéz ezt a döntést meghozni, pláne úgy, hogy ismerőseimtől folyamatosan csak panaszokat hallok, hogy őket nem becsülik meg, túlterheltek és alulfizetettek. Rossz emberek vannak jó pozíciókba, rosszak döntenek és rosszak szolgálnak ki. Mégis azt gondolom, túl kell tekintenünk mindennapi elégedetlenségükön, mert a munkánk valódi értéke nem az, ami a bankszámlánkon rejlik. Mert bár a közgazdászok szerint a munka az a tevékenység, melyet jövedelemért végzünk, hiszem, hogy sokkal több annál. Mert nézzük csak, mi lehetett az első munka? Talán egy kőpattintás azért, hogy az egyén családja éhségét csillapítsa. Aztán házat épített, földet művelt, kidolgozott egy sor technológiát, odáig jutott, hogy létrehozta a proletár diktatúrát, a munkásuralmat, ahol minden hatalom a dolgozó népé volt. Láthatjuk tehát, hogy a munka valódi értéke az volt, hogy mindig egy közösséget szolgált. De hogy ne csak puszta történelemről és tézisekről filozofáljak, nézzük meg bátran, mi volt itt, Miskolcon, mintegy 30 évvel ezelőtt. A helyi gyárak munkát adtak közel 30 ezer embernek. De ez sokkal több volt, mint munkaadás. Lehetőséget adtak a felemelkedésre, perspektívát a jövőt illetően és reményt. Aztán látjuk azt is, hogy mi történt ugyanitt az elmúlt években. A munkahelyek megszűntek, a munkanélküliek száma pedig megnőtt, az emberek reményvesztettekké váltak és önmagukba fordultak. Persze, ez is több volt, mint csupán az, hogy a munkahelyük megszűnt. Csoda hát, hogy mi, magyarok, annyit panaszkodunk. Meg nem becsülés, túlterheltség, alulfizetettség. De vajon mi megbecsüljük-e a munkánkat? Komolyan veszük-e feladatunkat? Uram, bocsá, hivatásként tekintünk-e rá? Keresztényként ez számomra ugyanis egy nagyon fontos szempont. Hiszem ugyanis, hogy mi egyen-egyenként egyfajta sajátos feladatot, egy sajátos utat kaptunk képességeinkhez képest, amit el kell végeznünk, mert életünk csak akkor lesz teljes, és csak akkor fog szolgálni közösségeink és nemzetünk javára, ha ezt az utat bejárjuk, s küldetésünk elvégezzük. Van egy álmom. Van egy álmom egy országról, ahol mindenki tudja, mi a kötelessége, és ahol mindenki elvégzi a feladatát. Ahol a buszsofőrnek a legelső az utas, ahol a tanárnak a tanítás, az orvosnak a gyógyítás, a polgármesternek a város előre menetele, a diáknak pedig a tanulás. Közösségünk csak akkor fog előre haladni, és csak ott lesz fejlődés, ahol komolyan veszik hivatásukat az emberek. Mi tehát a munka valódi, emberi értéke? Hivatásunk fölkutatása és elvégzése. Most tehát, amikor újra arról filozofálok, hogy mi legyek, ha nagy leszek, számomra ez az első szempont. Akkor is, ha egy-két okos ember a munkája értékét a fizetési csekjén keresi.